Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon. Ingatlan hasznosítás és eszközbeszerzés is szerepelt a napi rendek között. Tamási termálfürdő. Részleges szolgáltatásokkal újra várja a vendégeket. Építőipari helyzet. A tőkeerős kereslet csökkenése várható. Közadakozásból újulhat meg a szobor. Egész Tolna összefogott az ügy érdekében. Értékes önkormányzati ingatlanok hasznosításáról döntött a szekszárdi közgyűlés. Ennek értelmében bérlőket kerestek három városközponti épületrésznek. Emellett egy nagyértékű eszközbeszerzés is a napirendi pontok között szerepelt. Ingatlanok eladásáról tárgyaltak legutóbbi ülésük alkalmával Szekszárd önkormányzati képviselői. A költségvetésben ugyanis szerepel egy tétel, aminek értelmében nagyjából 500 millió forint értékben válna meg ilyen építményeitől az önkormányzat. Eredetileg a tervek között volt az a Széchenyi utcai épület, ahol néhány éve hónapokig a városháza is működött, az egykori Garai étterem, valamint a Bezerédi utcai tömbelsőben található kerthelység is. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője viszont módosítót nyújtott be, azzal kapcsolatban, hogy ezeket az ingatlanokat ne adják el, inkább próbálják hasznosítani azokat, például hosszú távú bérleti szerződéseket kötve. A javaslatot végül egyhangulag fogadták el a képviselők. Az ingatlanokat megállítottuk, és azóta csak vettünk. Ehhez képest most visszamentünk abba az időszakba, hogy értékesítjük és föléjük az ingatlan vagyont. Ezzel nem tudok egyetérteni. Hát vannak ilyen telekiegészítések, meg olyan tényleg olyan területek, amik úgymond nem sok minden zavarnak a város életébe, de ezek és az, hogy az ingatlanok a város központban itt vannak, úgymond parlagon és kihasználatlanul, ezzel nem értek egyet, de azzal se, hogy eladjuk. Tehát hasznosítani kell. Hasznosítás nem az értékesítést jelenti. A napirendi pontok között szerepelt a helyi Babits Mihály Kulturális Központ nagyértékű eszközbeszerzése is. Ennek során a rendezvények szervezéséhez szükséges bútorokat, színpad, fény, videó és hangtechnikát vásárol az intézmény. Ez nagyban fogja szolgálni majd a városi rendezvényeket. Felvetődött itt ilyen plusz kiegészítés, még hogy esetleg bővíteni lehetne, de igazgató úrral átbeszélve a dolgokat és kalkulációt folytattunk, gyakorlatilag a kijelölt eszközöknek a megvásárlására az nem volt gazdaságos, sokkal jobb lenne a sokkal jobb a bérlet. A közgyűlés tagjai most döntöttek arról is, hogy idén is lesz nyáron és télen úgynevezett igazgatási szünet, vagyis ezekben az időszakokban a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatait korlátozottan kereshetik fel majd a helyiek. Nyári igazgatási szünet az 7. augusztus 7-től 11-ig tart, ez 5 munkanapot jelent. A téli igazgatási szünet pedig a két ünnep között 3 nap, illetve a január első hetében is szünet lenne, és ebben az időszakban nem működne a hivatal. Nyilván az alapfunkciók működnének, de többségében a hivatal kollégái szabadságon lennének, ezzel irányított szabadság lenne, és nyilván egy sokkal kevesebb ideig lenne, kvázi kevesebb ideig lenne az a működési probléma, ami egy két hónapos leállás is eredményezhetne, ha össze-vissza vennék a szabadságokat a kollégák. Szekszárd közgyűlése várhatóan ebben a hónapban újraülésezik majd. 15 éves notórius tolvajt fogtak el a rendőrök. A fiú hol boltokból lopott különböző termékeket, hol állatorvosi rendelőbe surrant be, és onnan vett magához pénztárcát. Előfordult az is, hogy egy zeneiskola folyosóján levő kabátból vitt el pénztárcát, de az is, hogy a lopott bankkártyákkal fizetett, vagy akart fizetni különböző helyeken. A legutolsó alkalommal március 2-án pedig a szekszárdi Német Színházba surrant be, ahol több alkalmazott pénztárcáját is elemelte. Az elmúlt 3 hónapban csak nem 20 különböző vagyonelleni bűncselekményt követett el. Korosztályukban a világ legjobbjai közé tartoznak a magyar diákok. Ezt bizonyítják a nemzetközi tudományos diákolimpiákon elért eredmények is, hangsúlyozta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár pénteken. A politikus kiemelte, szívből gratulál a tanulóknak a szép eredményhez, amelyet a korábbi évekhez képest nehezített körülmények között sikerült elérniük. Szerte a világban nagy erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy a tudományos megmérettetéseken aktívabb legyen a részvétel. Mutatott rá jelezve, a tavalyi
hazai versenyeken a korábbiaknál több ország szerepelt, és a diákoknak több versenyben, erősebb mezőnyben kell helytállniuk. A magyar diákok összesen 7 arany, 13 ezüst és 20 bronzérmet szereztek tavaly. Ez minden idők egyik legjobb eredménye, húzta alá Maruzsa Zoltán. A Tamási Termálfürdő a tavaly decemberi bezárást követően a mai naptól újra várja a fürdőzni vágyókat. Május közepéig heti kétszeri nyitvatartás mellett kedvezményeket biztosítanak a belépő árából a Tamási kártyával vagy Tamási lakcímkártyával rendelkezőknek. A tavaly évvégi bezárást követően március 3-ával újra üzemel a Tamási Termálfürdő. Előre láthatólag május közepéig egyelőre csak heti kétszer lehet kihasználni, többek között a gyógyvízi jótékony hatását. Szaunázni lehet plusz, és ehhez jön egy szolgáltatás, egy kültéri félig fedett termálmedencét sikerült úgy rendbe hozni, hogy föl lehetett tölteni, azt tudják még igénybe venni a látogatók. A heti kétszeri nyitvatartás a májusi teljes nyitásig még módosulhat a látogatottság függvényében. A fürdőbe érkezők az épületben található öltöző helyiségen keresztül juthatnak be a szauna világba, innen közelíthető meg a kültéri, félig fedett termálvizes medence. Az üzemeltető a szauna világban kihelyezett, térítésmentesen igénybe vehető, meleg és hideg víz adagolására egyaránt képes adagoló automatán kívül egy üdítőkkel feltöltött italautomatával is készül az újranyitásra. Az ügyvezető hangsúlyozta, májustól újra teljes körű vendéglátói szolgáltatás lesz majd. Az alapbelépő ára jelenleg 4000 forint. Ebből azért kedvezményeket igyekszünk biztosítani, akciókat is szervezünk majd tamási lakosoknak, már nem csak tamási kártyával, hanem a lakcímigazolványukkal adjuk a 20%-os kedvezményt, tehát nekik 3200 forint lesz az alapár, vidékieknek pedig már gondolkodunk egy másik akción, amivel hozzá tudunk tenni a kicsit magasnak tartott, de egyébként sajnos nem irreális gyárszolgáltatásaihoz. A május közepi újranyitásig péntekenként 3, szombatonként pedig 4 szauna szeánsz programot szerveznek a Tamási Termálfürdőben. Az iskolaerső 2020. szeptember 1-i bevezetése óta összesen 618 esetben intézkedtek a szakemberek, közülük 152 alkalommal büntető eljárás, 77 esetben pedig szabálysértési eljárás indult, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Jelenleg 571 iskolában összesen 608 iskolaőr teljesít szolgálatot. 2020. szeptemberétől 4 alkalommal merült fel, hogy intézkedés során hatáskör túllépésre került sor. Ezek mindegyikében büntető eljárás indult. 120,116 milliárd forint volt tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárak tagdíjbevétele, ami 2,66%-os növekedés az előző évéhez képest. Az egészségpénztárak tagdíjbevétele 19,73%-kal nőtt, 60,126 milliárd forintot tett ki, mondta Nagy Csaba az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke csütörtökön. Közölte, hogy a nyugdíjpénztárak taglétszáma 2022-ben 1.062.000 volt, minimálisan mintegy 1%-kal csökkent az előző évhez képest. Az egészségpénztártagok száma 982.000-re nőtt, ami 3,73%-os bővülés. Hozzátette, az önkéntes nyugdíjpénztárak hozamában pozitív tendenciát jelent, hogy az első 3/4 év negatív hozamai után a negyedik negyed évben 4,18%-os pozitív hozamot értek el. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a termelés visszaesését a megrendelés állomány csökkenését vetíti elő 2023-ra. Az ebben az iparágban tevékenykedő Tamási Tambau Kft. Ügyvezetője viszont azt mondja, nem teljesen reménytelenek a kilátások. A Tamási építőipari cég, a Tambau Kft. Vezetője kevésbé pesszimista a 2023-as év vonatkozásában, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szakmai szervezet meglátása szerint az építőiparban a termelés visszaesése, a megrendelés állománya csökkenése valószínűsíthető idénre. A Tamási vállalkozás már meglévő és tárgyalás alatt álló szerződései bizakodásra adnak okot. Ha abból a szempontból nézzük, hogy a munkálataink megrendelése, állományaink melyik szegmensből vagy milyen formában érkeznek,
Ezelőtti időszakban köszönhetően a gazdaságtámogatás, illetve hát az operatív programok különböző szegmenseiből érkező megrendeléseknek, illetve közbeszerzés által megszerezhető munkálatoknak gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy a munkálataink zömét azt a közbeszerzési eljárások során szereztük. A tavalyi év második felétől már a beszerzési eljárásokon elnyert munkái adták a Tambov Kft. Árbevételét. Az idei év megrendeléseivel kapcsolatban hasonló tendenciára számít az építőiparban tevékenykedő vállalkozás. Én gondolatom szerint a 2023-as év az hasonló kis-középvállalkozások számára ugyanebben a metodikában fog eltelni. A mi cégünk, bizonyos vagyok abban, hogy a beszerzési eljárásokban fogja a lekötöttségének a zömét szerezni, és a közféra megrendeléseit illetően pedig az idei évet én azt gondolom, hogy az előkészítés, a fölkészülés évének tekinthetjük. Az ügyvezető elmondta, a környékre a lakossági építkezések tekintetében inkább a felújítási munkálatok a jellemzőek. Néhány évtizede február végén, március elején még Tolna vármegyében is sok helyen kínáltak hóvirágot az utcai árusok. A növény éppen 10 évvel ezelőtti védetté nyilvánítása óta azonban egyre kevesebben próbálnak ezzel némi bevételre szert tenni. A kockázat ugyanis jelentős, mivel egyetlen kikeleti hóvirág eszmei értéke szálanként 10 000 forint. Aki hagymástolással ki vagy nagy mennyiségben gyűjti, azzal is számolhat, hogy bíróság elé állítják, ha lebukik. A védetté nyilvánítást megelőzően Magyarországon évente több millió tő hóvirágot szakítottak le, javarészt a nemzeti parkok védett területeiről, és adtak el nőnap környékén, ezért egyre kevesebb lett belőle. A teljes tiltást megelőzően hóvirágot szedni természetvédelmi területen az utóbbi években már csak engedéllyel lehetett. A helyzet 2005 óta viszont egyértelmű, a hóvirág szedése mindenütt tilos a természetben. Győzelemmel kezdte a középszakaszt a Dombóvári U15-ös női röplabda csapat. A fordulóra ezúttal nagy bajomban került sor 4 csapat részvételével. A hazai gárda mellett Egyenes Diás és Kaposvár csapata ellen kellett pályára lépniük a Tolna vármegyei lányoknak. A mérkőzéseket simán nyerték, így a torna legjobbjaiként térhettek haza. Közadakozásból újulhat meg a Tolnai Szentháromság szobor. Az építmény annak idején is így épült meg. Most az egész település összefogott az ügy érdekében. 200 évvel ezelőtt, 1823-ban közadakozásból építették a Tolnai Szentháromság szobrot. A célja feltehetően, mivel az időszakot a háborúk és járványok jellemezték, a baj elhárítása a segítség volt. Az emlékművet utoljára 4 évtizeddel ezelőtt újították fel, így napjainkra már elég rossz állapotba került. Tavaly Saramó Márta helyi lakos döntött úgy, hogy ismét összefogásra ösztönzi a város lakóit, ennek érdekében létrehozta a Tolnai Szentháromság szobor felújításáért alapítványt. Adakoznak az emberek, de még természetesen nem jött össze a megfelelő összeg, de már annyi összegünk van, hogy el tudjuk kezdeni a szobornak a restaurálását. Az adakozók között nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon sok elszármazott is adakozott. Ez arra utal, hogy az elszármazottak is kötődnek Tolnához, és magukénak érzik ezt a szobrot is. Ehhez nagyjából 15 millió forintra lenne szükség. A kezdeményezést egyébként a helyi önkormányzat is támogatja. Mi nyilván a kezdeményezés mögé állunk, hiszen az önkormányzat a tulajdonosa ennek a szobornak, de azt gondolom, hogy lelkileg is nagyon sokat tesz az hozzá, hogyha újra közösen teszünk valamit. Annak érdekében, hogy minél több emberhez elérjen az akció, egy jótékonysági hangversenyt szervez a városvezetés az alapítvánnyal közösen. Itt a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar fog fellépni március 25-én a Lovardában. Regionális híreink következnek. Molotov koktél dobtak a házba, vádemelés lett a vége. Megnőtt a kereslet az apró pénztartó pénztárcákért. Jönnek a horvát turisták vásárolni Pécsre. Edzőt váltott a Szent Lőrinc és a HRM Kozár Michelin. A bentmaradás érdekében döntöttek így mindkét másodosztályú klubnál.
Különös kegyetlenséggel több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat a Baranyavár megyei főügyészség két férfi ellen, akik molotov koktél dobtak egy Vémindi házba. A főügyészség vádirata szerint a két vádlott különböző okok miatt neheztelt a velük egy faluban élő egyik sértetre. Egyiküknek vagyoni vitája, míg a másiknak személyes jellegű családi konfliktusa volt vele. 2022. augusztusában az egyik vádlott a sértettekkel, anyával és fiával együtt italozott a falu kocsmájában. A sértettek este hazaindultak, míg a velük italozó vádlott magához hívta a vádlottársát, és elhatározták, hogy haragosukat, a fiút megleckésztetik. Ekkor egy molotov koktélt készítettek, mégpedig oly módon, hogy két sörös üvegbe benzint töltöttek, majd mind a kettőbe egy-egy zoknit, amely kanócként funkcionált volna. Ezt követően elmentek a sértettek lakásához, akik már ekkor lefeküdtek aludni. A két vádlott ezt követően az ablakon keresztül a két molotov koktélt bedobta, miután mielőtt meggyújtotta mindezt, majd ezt követően a helyszínt elhagyták. A házban alvó sértettek, a vádlottak által keltett zajra felébredtek, fűszagot észleltek, majd látták, hogy a szobában a bútorok égnek. Mindkettőjüknek sikerült a házból kimenekülniük, majd értesítették a tűzoltókat. A rongálással mintegy 1 millió forint kár keletkezett. A két elkövetőnek a cselekménye az emberölés minősített esetének a megállapítására alkalmas. A bűncselekmény büntetési tétele 10-től 20 évig terjedő, vagy akár életfogytiglani szabadságvesztés is lehet, folytatta a szóvivő. Az utóbbi időben egyre többen érkeznek Horvátországból Pécsre pénztárcát vásárolni. Sorra keresik fel a táskásokat, bőrösöket, nagyméretű, sok apró pénznek alkalmas erős erszényekért. Felkerestük az egyik pécsi belvárosi táskaboltot, azért vajon igaz-e a hír, és mi lehet az oka ennek? Pécsen az egyik belvárosi bőrdíszműboltban pénztárcákat is lehet vásárolni. Az eladó tulajdonos már is mutatja, melyik az egyik nagyobb mérete miatt kedvelt fazon, amelyet a horvát turisták igencsak szeretnek megvásárolni. Akkor szokták így, hogy szeretik ezeket, hogy szelektálják is az apró pénzt is, ugye a fajtánként. Feltűnt az eladónak is, hogy egyre több horvát vásárló tér be üzletükbe, és a minél nagyobb pénztárcákat keresik, főleg az olyanokat, amelyekbe sok fémpénz fér. Mi is észrevettük ezt, és meg is kérdeztem egy horvát vevőt, és az euró átállással indokolta, hogy amióta bevezették náluk az eurót, azóta ugye, hogy értékesebb az apró pénzük is, jobban gyűjtik az aprót, és azért visszatértek most a nagyobb méretű pénztárcákra. Ellentétben, ami eddig trendi volt, hogy minél kisebb legyen a pénztárca, hogy szinte a kártyás fizetéseket úgy oldották meg a vevők, most bizony a nagyobbakat keresik jobban. Az úgynevezett bugyros pénztárcákban sok apró pénz tartható, ezeket kapkodták el a leggyorsabban. Jelenleg már nincs is belőle mutatóba, de lehet utána rendelni, mondta Blázek Dóra. Az eladó nem gondolta volna, hogy ekkora lesz a kereslet áruja iránt. A gyors felvásárlás okát az idén januárban Horvátországban történt euró bevezetésének tudja be. Idéntől azért így egyre több horvát vevőt tapasztaltunk, és nem is kapcsoltunk, hogy mi lehet ennek az oka, és akkor, ahogy mi is így beszélgettünk is velük, megmondták, hogy most jobban beindult a vásárlási láz náluk is, hát és talán az euró átállásnak köszönhető ez. Hétszeres az árfolyam különbség a kuna és az euró között. Emiatt sokkal több az apró pénz és sokkal több érme halmozódik fel a lakosságnál. Ezek pedig a kisebb bankkártyákat tartó pénztárcákba már nem férnek bele. A horvát kereskedők nem gondoltak erre, náluk még nem tértek át a nagyobb pénztárcák gyártására, ezért jönnek hozzánk horvát szomszédaink vásárolni. A három baranyai másodosztályú csapatból kettőnél edzőváltást hozott a március, míg a jelenleg osztályozós helyen álló Szent Lőrincnél Jeremiás Gergő Domján Attila váltja, a kieső helyen lévő HR-rend Kozár Mislenyhez ismerő szakember érkezik Szekeres Zoltán helyére. A klubban korábban is sikeresen szereplő Márton Gábor tér vissza a kispadra. Az utóbbi időszak sikertelen szereplése miatt a Szent Lőrinc MB2-es labdarúgó csapatának vezetősége Jeremiás Gergővel egyetértésben a múlt vasárnapi Budafok elleni vereséget követően úgy döntött, hogy közös megegyezéssel szerződést bont. Mivel a bajnokság a megszokott ütemben folytatódik tovább, gyorsan kellett megoldást találni. Március 1-ével a legutóbb a szintén a Merkantilbank Ligában szereplő BFC Siófokot irányító Domján
Attila vette át a csapatot a 2022-23-as kiírás tavaszi szezonjának hátralévő részében. A 45 éves szakember jól ismeri a másodosztály mezőnyét, és hasonló játékstílust képvisel, mint ami eddig a Szentlőrincre jellemző volt. Minden edzőváltás valamilyen hatást kívánt a játékosokba, valakibe pozitív, valakibe negatív. Megpróbáljuk ezt összefésülni, hogy mindenkivel inkább a pozitív oldala jöjjön elő. Megpróbálunk a héten jó hangulatot teremteni a csapaton belül, egy kicsit felszabadultabbá tenni a játékosokat. Nyilván van rajtunk eredménykésznek kell gyűjteni a pontokat. Rivális ellen játszunk hétvégén, úgyhogy mindent megteszünk, hogy eredményesek legyünk. A HR-rend Kozár Misleny vezetősége és Szekeres Zoltán a másodosztályú csapat eredményessége és a bennmaradás elérése érdekében szintén szerződést bontott március 1-ével. Mivel a gárda hétvégén már újra pályára lép, itt is gyorsan kellett dönteni. Márton Gábor, aki a klubbal korábban is sikeresen szerepelt, az akkori csapatot az MB2-es ezüstéremig vezette, komoly első osztályú tapasztalattal a háta mögött tér vissza Kozár Mislenybe, ráadásul legutóbbi csapata az MTK elleni találkozón mutatkozik be a közönségnek. Van egy érzelmi kötődés az embernek, azért csak itt kezdtem edzősködni, hogy alkalmasnak találnak arra, akkor nyilván ez részemről egy, mindenki tudja, egy legkisebb költségvetésű klub, tehát ettől függetlenül nyilván nem ez határozza meg, hogy ki hol van. Úgyhogy nyilván ezért vállaltam be ezt a dolgot, megpróbálok segíteni, hát varázsló nem vagyok, de bízom benne, hogy tudunk egy olyan fordulatot hozni a csapat életébe, amivel egy kicsit el tudunk lépni innen hátulról, és mondom, a minimális lehetőség meg lesz a végén, hogy bennmaradjunk. A HR-rend Kozár Misleny labdarúgó csapata, amely 4 pontra van az osztályozós helyektől, és 8 pontra a biztos bentmaradástól, vasárnap 14 órától fogadja az MTK gárdáját. Az osztályozós helyen álló Szentlőrinc pedig vasárnap a Moson-Magyaróvár vendégeként lép pályára. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Közgyűlés Szekszárdon. Ingatlan hasznosítás és eszközbeszerzés is szerepelt a napi rendek között. Tamási termálfürdő. Részleges szolgáltatásokkal újra várja a vendégeket. Építőipari helyzet. A tőkeerős kereslet csökkenése várható. Közadakozásból újulhat meg a szobor. Egész Tolna összefogott az ügy érdekében. Szombaton a zavartalan napsütésé lesz a főszerep, vasárnap hideg front érkezik térségünkbe, hűvösebb levegővel. Jövő hét hétfőn borongos idő látszik valószínűbbnek, többfelé lehet számítani kisebb esőre, záporokra. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!